sportosat. Irodónk vendége Egressy Zoltán, író. Szervusz. Szervusz. Hogy kerül ugye a csizma az asztalra, avagy a sportcipő, a stoplis ugye az asztalra? Hát úgy kerül, hogy annak idején közismerten nagyon imádtad a futballt, a magyar futballt is, még akkor imádtad, mi több. Azt nem tudom, újpesti fanklub tag voltál-e, de éjjel-nappal ott voltál az újpesti mérkőzéseken. Olyannyira, hogy a írói munkásságod, nem tudom, elején vagy közepén Törőcsik Andrásról még könyvet is írtál. Na, így kerül a csizma az asztalra ezek szerint. Hát én 67-ben születtem, tehát ez azt jelenti, hogy a 70-es években voltam gyerek, és azt hiszem, hogy aki az én kortársam, hát ők úgy, mi úgy szerettük a magyar focit, akkor még volt mit szeretni, annak ellenére, hogy akkor is azt hallottuk apáinktól és nagyapáinktól, hogy régiekhez képest ez ugye ez nem az, ami nem az, ami foci, amit labdarúgásnak nevezünk, de hát nekünk ugye az volt, és hát az is lehet, hogy mostani fiatalok is úgy szeretik a magyar focit, de hát hát nekem ezt nehéz lenne meg. Tehát, hogy mondjam, a meccseken, éjjel-nappal nem voltam, csak mikor meccs volt, Újpesten valóban, a hazai meccseken, 76-tól 85-ig szerintem minden megyeri úti Újpest meccsen ott voltam, és hát nem állítom, hogy azóta nem jártam Újpesten, például nem olyan régen, de hát azért ez messze nem rendszeres már. És hogy jött, hogy Törőcsik Andrásról írják könyvet? Hát ahogy mondod, az írói munkásságom részévé vált ő. Pontosabban hát az a fajta, hát nekem ő volt a kedvenc játékosom, de hát ezzel nem vagyok egyedül, gondolom, Magyarországon. Bocsáss meg, ő volt az, akit gondoltad, hogy meg kedvencet szeretted, szinte mindent tudsz róla, hogy akkor ővel el lehet kezdeni? Nem tudom, csak kérdezzelek, hogy... Amikor én az egyik kiadótól a másik kiadóhoz mentem, akkor annak a kiadónak a vezetője mondta, hogy a Törőcsikről kéne nekem valamit írnom, valamiféle szép irodalmi művet, ő is nagy Törőcsik rajongó volt. Mire én mondtam neki, hogy szerintem ez nem egy irodalmi alapanyag, ez az én gyerekkorom, kamaszkorom, tehát ez egy más dolog. De hát ez egy személyes dolog. Személyes történet, és hát mi, ahogy tudnám én ezt megírni, mondjuk szép irodalmi formában, regényként, vagy bármilyen módon, az életéről életrajzi könyvet nem akartam írni, tehát az engem úgy nem érdekelt, ráadásul írtak róla többen. Valóban sok mindent tudok róla, hogy te is mondod, de nem találkoztam vele gyerekkoromban. Annak ellenére sem, hogy abban a sörözőben fogyasztott rendszeresen, amely sörözőházában én laktam. Tehát ez egy nagyon érdekes véletlen volt. És nem találkoztatok, ugye? Hát úgy, hát láttuk egymást. Én ugye tudtam, hogy ő ki. Ő is sokszor látott, mert volt olyan, hogy mondjuk érkeztem haza egy Újpest meccsről, és mentem haza, és ő is akkor érkezett a barátaival sörözni ugyanabban a házban, tehát látott, de hát nem ismertük egymást nyilván. Valóan. És viszont motoszkált bennem ez a dolog, amit a kiadó vezetője mondott nekem, hogy ha nem is a Törőcsik, nem is az ő életéről, a pályafutására, meg a meccseiről, de arról lehetne egy könyvet írni, hogy mi ez a dolog, mi volt ez a rajongás, tehát mit jelent egy gyereknek az, hogy van egy ilyen idol, akit imád, akit szeret, akinek látja az összes hibáját, mert én egy ilyen kritikus rajongó voltam, szóval én tudtam az ő, nem tudom, ittas vezetéséről, meg mindenről, amiről mindenki más is tudott, és ezt ugye az igazi rajongók nem veszik figyelembe. De azt nem tudtad, hogy edzésen is mi volt, és akkor befektették a gyúrópadra, és ott nem, volt edzésen. Részint nem tudtam, részint nem érdekelt, igen. Mert én nem akartam. Tehát ennyire nem mélyedtél el. Hát én csodáltam az ő képességeit, meg játékát. Engem az érdekelt, hogy engem boldoggá tett, amikor láttam játszani. Az, hogy egyébként ő emberként egyáltalán milyen, például nem mertem oda menni hozzá, még nagy nehezen egy autogramot kértem tőle egyszer az utcában, ebben az utcában, de nem akartam én vele megismerkedni, beszélgetni, tartottam tőle. Kisugárzás hogy... olyan volt? Nem, inkább szerintem ez egy óvatosság volt a részemről. Valahogy ösztönösen azt gondoltam, hogy nem kell közel kerülni ilyen bálványokhoz, bár nem úgy volt ő bálvány, nem volt példaképen, vagy nem volt egy ilyen, egyszerűen örömet okozott, hogy láttam játszani, a mozdul. Ami, ez egész könyv erről szól tulajdonképpen, hogy nagyon nehéz elmesélni annak, aki nem látta őt, hogy hát te láttad, te biztos tudod, miről beszélek, hogy volt, aki több gólt lőtt nála az Újpestben is. Volt, aki gyorsabb volt, volt, aki nem tudom, aki jobban cserezett, olyan nem volt. De valahogy a mozgása, a mozdulatai, a külseje, az egész kisugárzása az, ami annyira varázslatos volt,
hogy ezt, hiába írtam ezt a könyvet, ami részint Törőcsikről szól, természetesen részint az én, és főként az én gyerekkoromról és a hozzávaló viszonyulásomról, igazából ezt nem lehet visszaadni, vagy elmagyarázni. De azért maradtál Újpest szurkoló, vagy most már azért, hát, mert szerint... egyes hírek szerint most már külföldi labdarúgó csapatnak szurkolsz. Egyes hírek szerint. Mindig is a Barcelonának szurkoltam, tehát még a régi gyerekkori... Attól függetlenül, hogy most éppen a Real Madridot mosták le, tehát az... Attól függetlenül... Hogyha fordított eredmény van, akkor is Barcelona. Akkor is, persze. Hát, jó, okay. Most egy kicsit több Barcelona szurkoló van, mint... 10-20 évvel ezelőtt. Az 5-1. Hát meg ugye lehet látni ezt a velünk élő csodát állandóan. Már, illetve pont már ahol lehet látni, igen. Tehát ilyen streamen igen. Nézem, mert nem mindenhol lehet látni sajnos, de eddig lehetett legalább. És tehát már én a Neeskens-Cruyff-féle gomfoci csapatom óta a Barcelonának szurkolok, tehát ez is egy gyerekkori dolog. És a Real Madridot, meg a Juventust, meg a Bayern München sose szerettem, mert valahogy én úgy olvastam, meg azok voltak a hírek gyerekkorom, ennek mindig csaltak a bírók nekik, én legalábbis így tudtam, és valahogy ezt nem szerettem. Pedig a Real Madrid lila-fehér. Ugye? Hát igen. Mennyire követed nyomon egyébként a magyar labdarúgó bajnokságot? Hát nagyon, nagyon felszínesen és felületesen. Persze az előbb kérdezted, maradtam Újpest szurkoló, mert szerintem a csapatát az ember így nem vált. Nem tudja ezt. Azt nem tudom, hogyha mondjuk focista lettem volna, és mondjuk nyilván az Újpestbe akartam volna játszani, és mondjuk 10 éves koromban leigazol egy másik csapat, vagy 20 éves korom, hogy akkor az hogy megy, hogy akkor az ember szíve hirtelen át, szerintem akkor is maradtam volna Újpest szurkoló. Egész más lenne szerintem. Te nem voltál igazolt labdarúgó? De voltam az Erdértbe, de ez egy alacsonyabb osztályú csapat volt, és 16 éves, és később már, én nagyon későn kezdtem a focit. Ráadásul az Erdért zöld-fehér volt, tehát ez okozott némi kellemetlenséget. Hány évet futballoztál? Én kettőt összesen így. De miért, hogy abba? Hát jött az érettségi, felvételizni akartam, és az egy ilyen hobbi dolog volt nekem. És akkor az Erdély neked fontosabb volt? Hát még minden más fontosabb lett, aztán, de aztán később is, tehát fociztam mindig, amíg a térdem el nem szakadt, én addig fociztam magyar íróválogatottban például, sőt a színészválogatottban, és bár nem vagyok színész, de színészválogatott, és színészek és azok ismerősei, barátai ott feltűnedeznek, íróválogatott, Európa-bajnokságot nyertünk például. Nagy pályás, vagy kis pályás? Nagy pályás. Nagy pályás. Pályás. És ott azért piros, fehér, zöldbe, ott Európa-bajnokságot nyert, az íróválogatott, az jó volt. Az jó érzés. Na, tehát akkor igenis, akkor egy... Ez mondjuk... Akkor is futballban Európa-bajnokságot nyertél, tehát akkor igenis, akkor kell legyen valamiféle markánsabb véleményed a mai magyar labdarúgásról. Hát figyelj, a mai magyar labdarúgáson olyan sokan elmondtak. Mivel látod a régit, most itt az igen, új is. De én nem szeretnék beállni most ebbe a sorba, ebbe a gyalászkodók sorába, annak ellenére, hogy persze látom a színvonal különbséget, bár az is igaz, hogy ez egy másik sportág már, mint szerintem 20-30 éve volt. 20, tehát mint a gyerekkoromban volt mondjuk 70-es években, tehát megnézi az ember azokat a felvételeket, egyszer más a sebesség. Most az 50-es évekről nem is beszélek, vagy 60-asról. Tehát most is azért... mondjuk, ha minket beraknának most egy NBA-s meccsre, akkor szerintem egy percig bírnánk körülbelül, még ezt az iramot is. A La Ligában ne rakjanak be, mert ott az rossz visz lenne. De jó, hogy, nehéz összehasonlítani, oké, csak látod, azért nem megy el sok ember most már ki a mérkőzésre. Hát jó, miért nem? Ez nyilván nem véletlen. Szerintem egyfelől azért, mert látni az igazi focit a tévében, és tényleg elment mellettünk a világ, kelet, nyugat, dél és észak, mindenki, valahogy valamiért, ezt nem egészen értem, hogy miért, de ez tény. Nem véletlen, hogy most kijutottunk az Európa-bajnokság, de egyébként nem nagyon szoktunk, és ehhez is egy komolyabb létszámemelés volt így szükséges. Van. De hát persze én is nagyon lelkes voltam az EB-n, meg hát persze szurkolok, csak hát nagyon nehéz. De ez a válogatott része, tehát ami pedig a klubfocit illeti, hát nem mondom, nemrég voltam egy meccsen, nem okoz örömöt, szóval nincs egy csel, egy ötlet, egy kreatív megmozdulás. Nem csak egy megmozdulás, kreatív gondolat se nagyon. Persze most nem biztos van, mindig van egy-két tehetséges játék, minden meccsen ki tud szúrni, szerintem alacsony osztályban is egy-két embert, akit 10 perc után meglátod, hogy kit érdemes nézni. De ez már rég nem az, tehát én gyerekkoromban nem csak az Újpest meccsekre jártam,
hanem azokon a hétvégeken, amikor az Újpest vidéken játszott, akkor elmentem a Honvéd, a Vasas, a Csepel, az MTK, a Fradi, a Fradi a kevésbé meccseire, mert jó foci volt, és egyszerűen érdekel. Na most találnánk-e ilyen szurkolót most, aki most ezt csinálja, szurkol valamelyik csapatnak, és ha éppen nem játszik otthon a csapat, akkor elmegy. Biztos, biztos. Találnál? Vannak szentőrültek. Ennyire? Vannak igen, de nekem vannak például ismerőseim, barátaim, akik kimondottan alacsonyabb osztály, megye kettes meccsekre szeretnek járni. Mi ott van a futball? Hát, szívvel játszanak. Hát igen, meg ott, igen, az egy másik. És ez a lényeg, hangulat. A szív is a lélek. Igen. A másik, ami szerintem hát visszatartja az embereket, és egyébként engem is, az, hogy ezek a utólag kiderülő bundameccsek, ami nekem is, egyébként hát ez persze régen is volt, csak akkor nem fogadási csalás volt, hanem egymásnak fizettek. Igen. És hát én megismerkedtem néhány régi játékossal azóta, akiket akkor láttam játszani, és hát meséltek persze, és hát igen, jó, nagyon rossz érzés volt, hogy visszamenőleg is rossz érzés. Ilyenkor ledöbben az ember, meg tudja, hogy ki miért és hogy lett, akármilyen labdás, milyen körülmények között, meg stb. És másképp, értékel az egészet. Nekem megvannak a meccsek beragasztva, a régi meccsek. Tehát 72-ben még az unokatestvérem kezdte, de 76-tól már én ragaszgattam az Újpest meccseket. És akkor megtudom utólag, hogy 35 évvel ezelőtt azon a meccsen az egyébként bunda meccs, és akkor visszakeresgettem a füzetembe, és akkor nézem ott az osztályzatokat, hogy még kapufát is lőttek, de hát. És emlékszem, hogy ott voltam, nem konkrétan a meccsről, de hogy ezekre a nagy fájdalmakra emlékszem, amikor például nem sikerült győzni, és akkor utólag kiderül 30-35, nem tudom hány év múlva, hogy hát nem is akartak győzni. Hát ez igen, nem igen. Egyes hírek szerint, a régi Újpestről beszélünk, amikor a Sallósban fentült a nézők között, akkor azt lehetett tudni, hogy akkor az milyen mérkőzés. Ha Sarlós fentült a nézőkére? Igen, mert ő nem adta nevét, ő kijelentette. Igen? Na, ezt nem tudtam. Tehát ennyire, állítólag, tehát ő ennyire. Na, hát ez szép dolog. Úgyhogy nem is edzősködik szegény. Ugye Tóth Andrásnak a műhelyét viszi tovább ott Újpesten. Hát ez már eltávolodott a futballtól, mi még maradjunk azért még egy darabig a futball mellett. Már csak olyan szinten is jött eszembe, hogy 20 év után, 423 előadás után, ugye a Portugál című sikerdarabodat, ugye a Katona József Színházban ugye levették. Nem akarsz helyette egy futballal foglalkozót? Hát én nekem van egy Sóska sült krumpli című darabom, ez egy futballbíról és két partjelzőről szól, és ez a 400-valahanyadik előadásnál tart, ez is egyébként, ez 2000 óta játsszák, először a Budapesti Kamaraszínházban, most már József Attila Színházban, és egyébként rengeteg csapat látta testületileg, meg rengeteg bíró látta. Ez egy komédia. És képetesen mindenki magára is ismer egy kicsit olyankor? Hát remélem, hogy nem, mert ez egy különös meccs, amit ők vezetnek. De egyébként ez nem a foci felől jött az ötlet, hanem össze akartam zárni három embert valami szituációban, és akkor azt találtam ki, de mondom, ez még 18 évvel ezelőtt írtam. Igen, igen. Hát most már kevés lenne három bírót, most már több. Most már öt, igen minimum mondom, öt. Tehát most már nem lenne úgymond életszerű. Igen, igen. Hát kicsit. Ez olyan, mint akkor már rá kéne írni most a darabod akkor. Nem? Igen, játékvezető ötösre, hát igen. De, hogy mondjam, ez a közelmúlt, vagy félmúlt. Hát a Portugálban is még mobiltelefon akkor nem volt, mikor írtam. Igen. Tehát ez egy olyan kortárs darab, amiben például nem használnak mobiltelefon, de nem azért, mert nem írtam bele, hanem azért, mert úgy kortárs csak, hogy 20 éve. Hát ennyit változott a világ. Szóval akkor a futball, akkor az is megvan, ott van a színpadon. Hát az is megvan, és sőt, nekem van egy másik sporttémai darabom, mert ez egy ilyen férfi darab, a Sóska sült krumpli, de a 4x100, az pedig egy női futóváltóról szól. Ez a Csóskának egy női pár darabja, de az már 6 szereplős. Tehát van a 4 futólánya, Gyúró, az egyetlen férfi szereplő, meg az edzőnő. Tehát a sporttal én foglalkoztam íróként, mert egy nagyon jó modellhelyzet egyébként, sporttal függetlenül is, tehát mit tudom én, lehet, hogy zenekarról ugye lehetne írni, de mondjuk biztos közrejátszott mégiscsak az, hogy valami közöm van a sport, ez nem csak a focihoz, tehát gyerekkoromban én mindent imádtam, a súlyemelő világcsúcsok is föl voltak nekem írva. Aztán szép lassan azért úgy csökkent az érdeklődésem, például nem tudom már súlyemelő világcsúcsokat. Miért nem lettél sportújságíró? Miért lettél író? Én még az is voltam egyébként, mert én újságíróként dolgoztam elég sokáig, és bár nem sportújságíró voltam, kulturális rovatban dolgoztam, de átdolgozgattam a sportrovatba is időnként. De csak ennyi?
Hát csak ennyi, igen. Mert? Hát azért, mert az egy más dolog, hogy valamit szeretsz, és más dolog, hogyha muszáj csinálni. Tehát, hogy minden nap muszáj ezt csinálni, az ugyannyira nem vonzott. És ez így jobb, ezt akkor csinálod, amikor kedvedél? Hát igen, nem? Hát sokkal jobb. És de most már nem csinálom ezt. Mondom, most már a sportból annyi maradt, hogy nyilván a fontosabb eseményeket megnézem, mint mindenkit, és hát a Barcelona meccsét igyekszem nézni. Hát igen, szép. Szóval akkor nem tudod, hogy mi lesz az Újpest, mikor lesz újra a nemzetközi kupában induló. Hát most volt, csak hát a Sevillát kapta. Igen, igen, igen. Na, például azon a meccsen kim voltam. Jó, akkor úgy teszem fel, hogy bajnokságban mostában azt mondják, hogy a pénz dönt mindenről, tehát az Újpestnek esélye sincs egyenlőre az elkövetkezendő 5 évben az első, 5. hely közé. Hát az tény, hogy igen, ez nekem egy picit kis versenyegyenlőtlenség áll fenn szerintem, hogy föl van pumpálva két csapat, úgy tudom, ugye? Igen. Nem tudom pontosan a költségvetés, de hát most lehet, hogy az elképzelés, hogy legyen egy vagy két erős csapat, ezt nem tartom annyira sportszerűnek egyébként, de nem biztos, hogy mindig minden a pénzem múlik. Hát így van. Fene tudja. Videóton azt hiszem az egyik vagy a tulajdonos, vagy az egyik főszponzor, ugye, nem tudom, olvastad, de hogy azt szeretné, hogy a Videóton, a Fradi, és akkor utána a szlovák, szerb csapatokkal egy külön bajnokságban futballozzanak, mert gyenge nekik a magyar bajnokság, ezért kapnak ki, mert nincs motiváció, mert gyenge, többek között ezért volt az, hogy a Chelsea mérkőzés után ugye égett a Videóton, és utána lehetett ezeket olvasni. Oké. Mi történt most Videótonnal? Ugye nyertek, Kisvárdán x-eltek, mit nyilatkozik az edző? Azért x-eltek, mert nagyon erős a magyar bajnokság. A Videóton edzője. Akkor nagyon nagy az ellenmondás, össze-vissza beszélnek. Megszoktuk. Egyáltalán maradjunk az első részénél. Jogos lenne úgy, mint hogy a jégkorongnál is van, ugye, hogy most már ilyen határokon túl játszanak a bajnokságot, oda-vissza. Én nem örülnék neki, nem mintha nagyon foglalkoznék a magyar első osztályú labdarúgó bajnoksággal, de azt mondjuk, akkor viszont többen foglalkoznának. Például, akkor de akkor lehet, hogy az lenne a baj, hogy akkor nem tudom, túl sok meccs lenne, vagy durvák az ellen, valami magyarázat úgyis mindig van. Én inkább azon mulatok, amikor ugye látom ezeket, vagy látjuk ezeket az igazi csapatokat játszani 3-4 naponta, nagy komoly meccseket, és akkor ugye egy magyar csapat bejut az Európa Ligába, nagyon szép dolog, azonnal el kell halasztani bajnoki meccseket, mert akkor rá kell készülni, tehát hogy ezt nem lehet. Na, erre van-e valami magyarázat? Na most azért kérdezem ezt, mert most ugye korábban azt mondták, hogy erre azért van szükség, mert a magyar játékosokat nem jól készítették fel az utánpótlás edzők. Utánpótlás edzők ezért morogtak, mert ez nem így van, mondják. Oké. De most már így játszik benne magyar, igen, ezt akartam és mégis most megint ugyanezzel jövünk, hogy ez sok, de hát most már nem arról van szó, hogy őket Magyarországon készítették fel, akik ott játszanak a Videóton. Igen, meg hát ez ugye egy fizikális kérdés, igen. Gondolom szerintem, ugye hát azt szokták mondani edzők, meg szakemberek, hogy azt a legkönnyebb behozni. Így van. Tehát a hát egy bizonyos korig ugye szokták volna, azért nem mindegy, hogy mikor kezdik el az igazi terhelést adni egy játékosnak, tehát azért az fontos az, hogy serdülő korban, nem mondta, ugye épp a Dárda is nyilatkozta azt, hogy épp ebben a korban kellene napi 2-3 edzést is nyomatni nekik, mert most kell kapniuk a hát igazából biztos, a terhelést. Ez biztos kitalálták már a világon, persze, mondom, tehát okos emberek, hogy ezt arra fel, azért nem olyan egyszerű azért utána, hozni valakit, felhozni, hogyha valaki nem kapta meg az alapokat. Biztos, de akkor meg az a baj, hogy meccs hiány, tehát úgyis van magyarázat. Jó, csak most ezt nem értem, hogy most külföldiek játszik a Videótonba. Igen. Miért? Hogy jön ez? Nem értem. Nem tudom, hát nem csak a Videótonban játszanak külföldiek. Jó, csak most a Videóton játszik, ugye most azért ugye ezerbe, ugye, és akkor most bajnok, ugye halasztása, többi, nem bírják. Meglátjuk. Most egy mindesetre szép győzelmet arattak, ez kétségtelen. A Chelsea-t nem fogják legyőzni. De az mondjuk nem is lehet ezt várni, még, szerintem. Még így sem, hogy ugye jól tudom, még a Videótól meccset már kijelentette a Chelsea edzője, hogy a másik csapat fog játszani tulajdonképpen. Hát tehát ez nem a Videótonnak szólt, hanem úgy az egész
csoportkörnek szólt, ahol ugye ők vannak, hogy oda nem kellenek a jó játékosok. Igen, ez egy fura dolog, mert végül is egy nemzetközi kupa, tehát ez mindig fölmerül, hogy bizonyos csapatok ezt nem veszik annyira komolyan, vagy eleve meg vannak sértődve, vagy ott kell játszani. De szerintem azért az adott meccsen ez nyilván fontos a győzelem annak, aki pályára. Másfelől pedig azok a játékosok, akik egyébként nem tartoznak a kezdőcsapat tagjai közé általában, azoknak meg azért mégiscsak egy bizonyítási lehetőség. Van, tehát ez van. Nem biztos, hogy jó az ellenfélnek, hát hogyha egy Chelsea B játszik. Ez elméletileg így van, de gyakorlat azért általában azt szokta mutatni, hogy akkor ezekkel lehet szorosabb mérkőzést vívni, és akkor azt hiszük magunkról, hogy jók vagyunk. Jó, hát nyilván egy ekkora szintű. És ez viszont megtéveszt. Igen, nem lehet. De ugye az van írva, hogy Chelsea. Nincs másról írva, hogy a Chelsea B. Igen, a Sevillából is hiányoztak páran az Újpest elleni meccsen, és hát ugye összesítésben, ha jól emlékszem, egy hét volt az eredmény, amit valószínűleg reális, van akkor a különbség. Nekem az volt egy kicsit furcsa, hogy hatalmas ünneplés volt az egy hét után Újpesten. Hát ez nem tudom, ugye eszembe jutnak a régi idők, igen. Amikor azért, hát ez elképzelhetetlen lett. Látod? Na, esetleg erről lehetne írni, ami nagyon furcsa volt nekem. Pontosan ez is, és ez a Fradinál is előfordult, hogy vereség után Fradi pályán pontosan a grupavába, ahol kikapott a magyar válogatott és ünnepelt. Hát meg az EB-n is a 0-4 után, tehát, a belga meccs után. Van, de azért bocsánat, hadd mondjam azt, hogy a játékosok védelmében, bár nem mintha nekem meg kéne védelme a játékosokat bárkitől, de hogy igazából nem ők tehetnek erről. Nem is, tehát, nem is. Itt most, én most a szurkoli lélektanra. A szurkoli lélektan pedig utalni. Annyi, hogy ki van éhezve. De ennyire, hogy a vereség ennyire. Után is tapsolunk és ünnepeljük a csapatot. Az nekem is furcsa, és nem is tehát, értem, tehát de valahol igen, hogy mi van itt a háttérben? Szerintem az egész világ ezen röhögött például a belga meccs után. Igen, igen, igen. Mit ünnepelnek a magyarok a null? De hát azt ünnepelték, hogy oda jutott a csapat. Hát igen. Jó, de, ami nem, meg, jó, de azt mondja, nem akkor kell, és nem ott. Tehát ugye minden megvan maga helye, ideje, hogy szokták mondani. Sírva vigadott. Igen, igen, igen. Jó, nagyon furcsa ez a szurkoló lélektan. Ez is megváltozott, nem furcsa. Csak a magyar futball, hanem a szurkoló lélektan is, nem? Hát például Újpesten, mert arról tudok beszélni, ott azért már akkor a 70-esekben azt mesélték, hogy 5-10 éve korábban, ha a 10. percben nem vezetett 2-0 az igen. Újpest, tehát ez a Göröcs-féle csapat, akkor már fütyült a nézősereg. Igen. A 70-es években is szóval ilyen furcsa közönség volt Újpesten, tehát hogy én ugye a táborban voltam a kapu mögött, persze, de egyébként az, jó hely volt. Az ülőhelye, tehát ott méltatlankodtak, morgolódtak a szurkolók. Szerintem most már ez sem így van, tehát most megszokták azt, hogy valahogy egy góllal, ha győz az Újpest, az hát jó. De a szurkolók sem ugyanazok, tehát más szoktak meg. Nyilván, én voltam egyszer Barcelonában a meccsen, és ott például nekem az volt a fura, hogy hát láttam ott a csodát, ezek a fantasztikus játékosok, és a barcelonai közönség az gyakorlatilag néma csöndben figyelte, hogy ahogy éppen 5-0-ra megverte a Real Sociedadot a Barcelona, mert egyszerűen hát messzi lőtt 3 gólt, ez 8 éve volt egyébként, ez nem volt egy különleges dolog, szóval ők ahhoz szoktak hozzá, tehát ez... Hát igen. Mit lehet tudni a közeljövőben? Miben fogsz belevágni? Sporttal kapcsolatban? Most nem a sport. Könyv, színdarab? Most fejeztem be egy regényt éppen, de hát ugye a nyomda, játfutás, meg hát mindenféle kérdés. Hát nem egy év, de egy fél év. Tehát ez valószínűleg jövő könyvhétre, június környékén fog megjelenni, bár lehet, hogy kicsit előbb. De azon gondolkodom, hogy van-e benne valami sportvonatkozás, de nincs. Nem, de nincs. Ez hányadik könyv egy jelenik meg? Ez, számolod még? Hát, tudnom kéne, ez az 5. regényem Ugye, lesz, azt hiszem. Meg hát vannak novellás köteteim, dráma köteteim, de hát... És színdarab volt valami új? Színdarab is lesz, Győrben lesz most a zenés darabnak decemberben bemutatója. És hát a következő évad az ugye most alakul, úgyhogy most még úgy... Most meg kicsit ködös, mert hát nekem van 15 színdarabom, tehát hogyha szól egy színház, hogy valamelyiket bemutatna, akkor nekem ez azzal ilyen, már nincs dolgom, aha. Csak aláírom a szerződést. Van menedzsered, úgy, mint a lejátékosoknak, hogy a menedzserje a megír színdarabot? Nincs, ez a magyar kulturális életben ez nem nagyon elterjedt dolog. Vannak egyébként, de nekem nincs. Tehát, a külföldi bemutatóim kapcsán van egy ügynökség, ők intézik a... De igazából azt, hogy aláírja... Figyelj, Zsuzsák menedzserét. Hát lehet, hogy ezt is ugye el tudnám menedzserni, mint a Zsuzsákból. Arab bemutatókkal le lennék látni. Tényleg zárásként, mi a véleménye Zsuzsákról?
Sokan azt mondják, hogy egyszer nem lehet kijönni a válogatottból, a kapitányok nyilatkozták ezt. Ugyanakkor meg azt mutatja a példa, hogy nélküle is van futball. Hát egyfelől mindenki pótolható, másfelől meg senki nem pótolható. A Dzsudzsákot szerintem akkor kell berakni a válogatottba, ha válogatott formában játszik, ennyire egyszerű az egész. Én nagyon szerettem az ő játékát akkor, amikor tényleg jó volt. És ugye például ő is egy nagyon párhuzamot lehet vonni Törőcsikkel abban a szempontból, hogy őt is nagyon sokat bántják, hogy ugye milyen országokban megy el, milyen csapatokhoz igazol, ugye a pénzért, ahelyett, hogy nívós bajnokságban menne. Én meg ugyanazt gondolom róla erről is, mint a Törőcsikről, akit szintén sokat bántottak, hogy miért iszik, miért nem vigyáz magára. Hogy lehet véleménye az embernek, de kinek mi köze hozzá? Hát ez ő dolga, hogy valamiért úgy dönt. Én ezt nem szeretem. Neki amikor... így esik jól az élet, és kész. Ennyi. Igen. Neked még így esik jó, hogy színdarabokat írsz, meg regényeket, novellákat, hát ennyi. Most nem? Most leegyszerűsítve, akár így is fel lehet fogni. Persze, engem is bánthatnak, miért nem mandolinozom egész. Igen. Megvan már a következő mérkőzés időpontot, hogy mikor fogsz kimenni a Megyeri útra? Hát nincs, azt sem tudom, kivel játszunk legközelebb. De majd utána nézem. Most otthon fog játszani. Na, kivel? Nem tudom. Azt hiszem a Haladás. Most a Felcsúttal játszottunk legutóbb. Nem, ott, a legutóbb otthon. Na, igen, de a legutóbbi Megyeri úti. De most tudod, fordult újra, most már a másik kör jön. Igen. Hát ugye látod, MTK pályán. Látod, régen, kikaptunk. Régen a 15 fordult előre végig mondtam volna. Hát most már nem. Ez van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is. További sportosat.